Tisztelettel köszöntöm Önöket az MSZP online sajtótájékoztatóján. A Fidesz újra cserben hagyta a magyar munkavállalókat. Megtette ezt akkor, amikor elfogadott egy olyan munkatörvénykönyvet, amely leépítette a szakszervezeti jogokat. Folytatta azzal, amikor a rabszolgatörvény elfogadásával túlzott túlóra keretet állapított meg a munkavállalók számára. És most a felhatalmazási törvény árnyékában elfogadott egy olyan jogszabályt, amely 24 havi munkaidő keretet biztosít a munkaadók számára, ezzel teljes mértékben kiszolgáltatta a munkavállalókat a munkaadójuknak. A Fidesz megint a multik oldalára állt, és nem a magyar dolgozó emberek oldalára. Ezzel a rendelkezéssel tulajdonképpen lehetőséget ad arra, hogy kényük kedvük szerint bánjanak a munkavállalókkal a multinacionális cégek. A szakszervezetek együtt, egyöntetűen tiltakoztak ez ellen a jogszabály ellen közösen. Mi ezt a parlamentben ellenzéki pártok képviseltük, ennek ellenére a kormány többsége ezt a törvényt megszavazta. Tiltakozunk ez ellen a törvény ellen, és olyan javaslatokat fogalmaztunk meg az újjáépítés programunkban, amelyet szeretnénk viszont látni az ellenzék közös választási programjában. Ez arról szól, hogy a szakszervezeti jogokat helyre kell állítani. Ez arról szól, hogy a munkavállalói jogokat helyre kell állítani. Nem kerülhetnek kiszolgáltatott helyzetben a munkavállalók, és arról is szól, hogy legyen tisztességes bére a munkavállalóknak. Azt láthattuk, hogy a multinacionális cégek ezekben a napokban, a hetekben több 100 milliárd forintnyi nyereséget vittek ki Magyarországról. A munkavállalók ebből a nyereségből semmilyen részesedést nem kaptak. Éppen ezért ebben a programban szeretnénk viszont látni azt is, hogy 2022 után a munkavállalók részesedjenek a nagy cégeknek a nyereségéből, hiszen az ő munkájukkal termelik meg ezt a rengeteg pénzt. Támogatjuk továbbra is a szakszervezeti törekvéseket, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a jogszabály ne éljen sokáig, és a munkavállalók kapják vissza a jogaikat, és a szakszervezetek pedig tudják azt képviselni. Mint a Fidesz művel a munkavállalók ellen és a munkavállalókkal szemben, az felháborító, elkeserítő, dühítő, de nem meglepő. A Fidesz és Orbán Viktor kormánya olyan multinacionális cégekkel köt stratégiai megállapodást, amelyek semmibe veszik a magyar törvényeket, semmibe veszik az alkotmányt, semmibe veszik a munkatörvénykönyvét, és kiszolgáltatják a dolgozókat ezeknek a cégeknek. Olyan cégeknek, amelyek talicskával tolják ki a profitot, azt a profitot, amit a magyar dolgozók kemény munkájával termelnek meg, kitolják az országból, és első között állnak újra sorba, amikor megint támogatást kérnek a kormánytól. Mi, szocialisták, egy esélyteremtő és gondoskodó államban hiszünk. Esélyt akarunk teremteni azoknak az embereknek, akik tudnak és akarnak dolgozni, és gondoskodni kell azokról az emberekről, akik nem tudnak önmaguk, mert elvesztették a munkájukat, vagy olyan élethelyzetbe kerültek. Mi ezért dolgozunk. Minden parlamenten belüli és parlamenten kívüli eszközt meg fogunk ragadni annak érdekében, hogy támogassuk a szakszervezeteket a magyar dolgozókért folytatott küzdelmükben. Magyar Szocialista Párt a magyar dolgozók pártjánál.